Szindzsilics látogat szerdán a Városi Stadionba, 3:30 kezdődik a mérkőzés. Szindzsilics pillanatilag negyedik a tabellán, szóval előttünk vannak egy helyzettel. Egy igazi rangadó lesz, jó belgrádi csapat, jó fiatal játékosokkal. Sajnos a forduló kellett volna, hogy szombaton játszódjon, de az időjárás miatt el lett halasztva a szerdára. Úgyhogy 3:30 kezdődik a mérkőzés, remélem, hogy jó idő lesz, sokan kijönnek, igaz, munkanapon, de megint el kell mondanom, hogy a klub ugyanazt az akciót folytatja, ami a múltkori hazai meccsen volt, szóval a belépő ingyenes, de aki egyet vált, ami 150 dinár, az kap egy ilyen szurkolói bögrét klub emblémokkal. Atmoszféra na vrhunskom nivou. Radimo, treniramo vredno, idemo ka boljim rezultatima i očekujemo 3 boda u sljedećoj utakmici. Sinđelić već drugu godinu igra zapaženu ulogu u prvoj ligi Srbije, predvođen sa novim trenerom, iskusnim trenerom, očekujemo jednu agresivnu igru od ekipe Sinđelića sa dovoljnom tranzicijom, međutim moji momci su spremni da odgovore još jednom izazovu i da našim navijačima priuštimo još jednu dobru utakmicu i da zabeležimo nova 3 boda. Treba bi to da bude derbi kola, mi smo peti, oni su četvrti, Sinđelić mlada ekipa, mi važimo za jednu od iskusnijih ekipa u ligi, pa odmerit ćemo snage i nadamo se 3 boda.